Üdvözlök mindenkit a csatornán! Ebben a videóban most a Crammer 82 voltos akkumulátoros gépcsaládnak a fűnyíróját fogjuk tesztelni. Ez egy 46 cm szélességet tud vágni, fűgyűjtős, mulcsozós és oldalkidobós változat. Látjuk is. Két akkumulátoros. És önjárós fűnyíró. Az önjáró sebességét lehet változtatni rajta. Megnézzük, hogy mit tud. Ez ipari felhasználóknak készült, ez a 82 voltos gépcsalád. 2 év garanciát adnak rá, ennek ellenére akkumulátorokra meg 10 év szavatosság van. Hát lássuk, hogy mit tud. Elég szépen vág a fűnyíró. Meg lehet nézni. Szép a vágás képe. És ezzel a 15 centis fűvel is simán könnyedén megbirkózott. Az önjárója az nagyon jó. Lassú fokozaton is
a gyors fokozaton meg fut, szinte futni kell utána, és ugyanúgy szépen tudja vágni a füvet. Elég erős, ez ugye egy benzines 140 köbcentis fűnyírónak megfelelő teljesítménnyel bír. Így első ránézésre és használatra nagyon jó. Mindjárt megnézzük az akkumulátorot. Hát szinte nem is fogyott az akkumulátorból semmi. Jó, mondjuk nem sokat vágtunk vele egyelőre, de hát folytassuk. Elég jól látszik, hogy
rendesen teli tudja rakni, nem is fulladozott, pedig már rég teli volt a fűgyűjtője. 55 literes, nem tudom, hogy ezt mondtam már, de ez 55 literes ez a fűgyűjtő. Ez már nem az a barkács kategória valóban. Olyan, mintha egy benzines fűnyíróval nyírnánk, csak sokkal kisebb a zajterhelés, nem fogyaszt igazából üzemanyagot, nincs káros anyagkibocsátás. Én azt mondom, hogy nagyon jó. Központi magasságállítás van rajta. A tolókart is 3 fokozatban lehet egyszerűen állítani. Kinek melyik méret a megfelelő. Elég kényelmes. Nézzük az aksikat, hogy mennyi folyott előlük. De egyik akkumulátort kezdte el használni. Ugye a két akkumulátor a nagyobb teljesítmény érdekében van benne, de egy akkumulátorral is működik, nem úgy, mint egyes típusoknál, hogy hiába két akkumulátoros, de csak egy akkor működik, ha két akkumulátor van benne, ez egyel is elmegy. És ezek az akkumulátorok kompatibilisek az összes akus gépcsaláddal, a 82 voltos gépcsaláddal. Amennyiben szeretnétek ilyet, keresetek nyugodtan, és megtaláljuk nektek a megfelelő gépet. Köszönöm!